Hello, level 2 is... Vale, 401, si adesso crea con te, forse dare qui la voce. 6 kilo and 72 Yankee. Repülés egy valóra vált álom, amely egy teljesen új közlekedési teret nyitott meg az emberiség előtt, az eget. Bár ez az új tér hatalmas, mégis egyre több légijárműnek kell elférnie benne és biztonságosan célba jutnia. A légiforgalom világszerte folyamatosan növekszik, és az előrejelzések szerint 2020-ra kétszer annyi légijárműt tartózkodik majd egyszerre a levegőben, mint manapság. Magyarország légterében évente 60 millió légiutas fordul meg. A naponta átlagosan 160 ezer ember biztonságos és menetrend szerinti utazásáért, valamint az ország teljes légiforgalmának irányításáért egy olyan cég felel, amely a légiutasok elől szinte teljesen rejtve tevékenykedik. Ez a szervezet Magyarország légiforgalmi szolgáltatója, a Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat zárt körűen működő részvénytársaság. Magyarországon a légiforgalmi irányítás ősének tekinthető rádió iránymérő szolgálat 1916. január 31-én kezdett működni. A II. Világháború után a Ferihegyi repülőtér forgalmának irányítását az egyes terminál irányító tornyaiból végezték, amíg meg nem épült az új Ferihegyi irányító torony. Az ország felett átrepülő légijárművek kiszolgálásával foglalkozó útvonalirányítás 1965-ben Ferihegyről elköltözött a Kisgellérthegy alá, a legendás Szikla központba. Majd 2000-től a Ferihegyi toronyszolgálat kivételével minden szolgálat a repülőtér melletti új légiforgalmi irányító központból folytatta a munkáját. A Hungarokontrol Magyar Légiforgalmi Szolgálat 2002-ben jött létre a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság légiforgalmi utódszervezeteként. A szolgálat a nemzetközi légiközlekedési iparágban bekövetkezett változásoknak megfelelve 2007-től önálló szolgáltató gazdasági társaságként működik új, dinamikusabb, rugalmasabb gazdálkodással, kimagasló szaktudással és a legkorszerűbb berendezésekkel. A Hungarokontrol nem csak a Ferihegyi repülőtér forgalmának irányításáért, hanem az egész ország légterének biztonságáért is felel. A közelkörzet és valamennyi útvonal irányítói szektor forgalmának irányítása a Ferihegyi repülőtér melletti központból történik. A központ legfontosabb helyisége az a közel 1000 négyzetméteres irányítóterem, ahonnan Magyarország egész légtere megfigyelhető és irányítható az abban folyó légiforgalom. Magyarországon, hasonlóan a többi európai országhoz, a légtér két nagy részre van bontva. Ellenőrzött és nem ellenőrzött légtérre. A két légtér abban különbözik egymástól, hogy a nem ellenőrzött légtérben csupán tájékoztatást kell nyújtani a légijárművezetőknek. Ez az egység, ahol most vagyunk, ez a körzeti repülés tájékoztató egység. Az ő feladatuk, hogy a nem ellenőrzött légtérben különböző tájékoztatások, információk nyújtásával segítsék a pilóták mozgását. A lényegi különbség a repülés tájékoztató és a légiforgalom irányító munka között az, hogy ők tájékoztatnak és nem utasításokat és engedélyeket adnak. A pilóta a felelős azért, hogy egy másik repülőgéppel az összeütközést elkerülje. Hotel Alpha Sierra Kilo Deltának nyugtázom, a nyomás 10-11, és kódolda 7044-est. 7044-es a kód, és 10-11. Hotel Kilo Delta. Három nagy légiforgalmi irányító egység látja el a légiforgalom biztonságos irányítását. A toronyszolgálat a Ferihegyi toronyban, a bevezető szolgálat, valamint az útvonal irányító szolgálat. A három szolgálat feladata annyiban megegyezik, hogy mindegyiknek garantálnia kell a légijárművek és az azokon utazó utasok biztonságát. Jó
Yacht 355, you're not a trade and contact, proceed direct to Carol. Annak biztosítására, hogy nemzetiségtől függetlenül minden légijárművezető értse és követni tudja a rádióforgalmazást, a szektorok forgalmának irányítása angol nyelven történik. Ez alól csak a belföldi, úgynevezett kisgépes repülés egy része a kivétel. Mivel rendkívül fontos, hogy az utasítások rövidek és félreérthetetlenek legyenek, nemzetközi szakkifejezésekre van szükség, és a légijárművezetőknek minden nekik szóló közleményt vissza kell ismételniük. Visa 235, whiskey turn left heading 245 for continuous climb. Left heading 245, visa 235. Még a betűzésre is egy különleges, szabványosított kód szolgál, amely az angol ABC minden betűjét egy előre meghatározott szóval azonosítja. Így például a kívülállók számára meghökkentő whiskey szó a légiforgalmi irányítás nyelvében a W-t jelenti. Lufthansa 4 Juliet Whiskey turn right to Bakot and climb flight level 160. Ahol most vagyunk, a három légiforgalmi irányító egység közül a legnagyobb, az úgynevezett útvonal irányító egység egyik munkahely, egyik szektora. Az ő feladatuk, hogy a magyar légtér egy meghatározott részében, úgynevezett szektorában lássák el a légiforgalmi irányító szolgálatot. Mikor a forgalom megnövekszik, a légtér további kisebb egységekre, azaz szektorokra osztható fel, így az egyes szektorokért felelős légiforgalmi irányítók továbbra is szavatolni tudják a forgalom biztonságos áramlását. A radarernyőn jól látható, egy sötét színnel ki van emelve az a földrajzi terület, amelynek az irányításáért én felelős vagyok. Azok a gépek, akik a szomszédos országokból közelednek, mint ez a Lufthansa is például, ezek a határ előtt szoktak általában bejelentkezni. Lufthansa 3 Alpha Fox, Budapest, good afternoon, radar contact. Proceed direct to Babox. A légiforgalmi irányítók egy olyan berendezést használnak, amin minden elektronikusan a rendelkezésünkre van bocsájtva. Minden olyan információ, ami egy légi jármű vagy járatnak az irányításához szükséges, a radarjelhez tartozó címkében, mi ezt úgy hívjuk, a címkében megtalálható. Mik ezek az információk? A járatnak a hívójele, tehát ez mondjuk a British Airways 198-as járata. Benne van, hogy milyen típus, ez egy Boeing 747-es Jumbo, ott van, hogy mi az aktuális magassága, 38.000 láb, melyik az a pont, ahol elhagyja a magyar légteret, mi az a sebesség, ami a föld feletti sebessége a repülőnek, tehát mennyivel mozog a radarjel, milyen sebességgel mozog a radarjel, ott van benne, hogy mi a destináció, hova repül, mi a célrepülőtér, ebben az esetben London Heathrow, mi az a magasság, amit én engedélyeztem neki, mi az a magasság, amiben a szomszédos ország várja ezt a repülőgépeket, és olyan egyedi információ is, mint amit például a szomszédos irányító egység, tehát Pozsony, elengedte ezt a repülőgépet egy olyan pontra, ami jelentős útvonal rövidítést eredményez. Sun Express 430 contact Bratislava 132355. Goodbye. 132.355. Goodbye Sun Express 430. Malév 233, call approach 1297. Sziasztok. 297, szervusztok, Malév 233. A következő irányító egység, amelynek a munkahelyén vagyunk, a bevezető irányító egység vagy approach. Az ő feladatuk, hogy a repülőtér közelkörzetében, ami egy 50 mérföld sugarú, szabálytalan kör, 6000 méter magasságig biztosítsák a feriegyi érkező, illetve feriegyről induló forgalom biztonságos kijuttatását az útvonalra, illetve az érkező gépek esetében bevezessék az érkezőket az úgynevezett végső megközelítési egyenesre. Egy-egy szektorban két légiforgalmi irányító látja el a tevékenységét. Az egyik a radar irányító, az, aki rádiókapcsolatot tart a légijárművek személyzetével, a pilótánkkal. A másik kollégája, akinek ugyanolyan képesítése van, az a koordinátor vagy tervező irányító. Az ő feladata, hogy az aktuális időt megelőzően tervezze, szervezze a forgalmat, és hogyha szükséges, olyan egyeztetéseket végezzen, ami alapján biztosítható a légijárművek szabad útja. Viszonylag nagy forgalmi terheltségű időszakban vagyunk. A helyzet az nehezebb azáltal, hogy két helikopter, két amerikai helikopter is a mi irányításunk alá esik. Őket is úgy kell kezelni, mint egy nagy gépet. Hello, regarding 1F755, speedback 250.